Ugyanazt az internetes bérletet valósítaná meg most a főváros a telefonos jegyvásárlással, a közlekedő tömegegyesület szerint, mint amelyik 2 évvel ezelőtt megbukott. Akkor a szintén QR kódokkal működő rendszer súlyos biztonsági hibáira egy 18 éves etikus hacker fel is hívta a figyelmet, akit végül a BKK feljelentett. Sorbanállás, tanástalan nézegetés, pénztárcakeresés. Többek között ezeket a jegyvásárlással kapcsolatos kényelmetlenségeket szüntetheti meg az az új rendszer, amelynek segítségével mobiltelefonon is lehet majd vonaljegyet vásárolni. A főpolgármester szerint júniustól a reptéri buszokon, ősztől pedig az összes budapesti járaton működne a QR kódos mobil jegyrendszer. Ezt pedig a buszsofőr látja, ahol ez a bizonyos piktogram, ez változó színű lesz, nagyon gyorsan változtatja a vásárlásoknál a színét, és a szín beazonosításával tudja ellenőrizni a buszsofőr, hogy a jegy érvényes-e. Ebben a villamos megállóban például kifejezetten jól jönne, hogyha tudnék a telefonommal is jegyet venni, ugyanis itt nincs automata, jegy nélkül pedig nem szállhatok föl a villamosra, úgyhogy most elindulok és megkeresem, hol tudok a legközelebb jegyet venni innen. 1 kilométeres séta után, 1/4 óra elteltével a 3. villamos megállóban végre sikerült. Arról azonban hiába érdeklődtünk a BKK-nál és a főpolgármesteri hivatalnál, hogy ez a telefonos jegyvásárlási lehetőség milyen rendszeren keresztül működik majd. Ez a blitzelésnek a meleg ágya. A közlekedő tömegegyesület szerint ugyanis az új rendszer ugyanazon a platformon és elven működne, amelynek súlyos biztonsági hibáira 2 éve egy fiatal etikus hacker is felhívta a figyelmet. Kitaláljátok, melyik a hamis? Most azzal próbálok majd utazni, persze az érvényes is nálam lesz. Az egyesület egyik alapítója szerint ez a mobilbérlet leginkább a visszaélésekre volt alkalmas. Ennek a felvételnek a tanulsága szerint legalábbis 10-ből 10 jegy ellenőről jutott túl könnyedén az egyesület alelnöke egy egyszerűen másolható hamis mobilbérlettel QR kód felmutatásával. Egy ilyen amatőr rendszert nem lehet megvalósítani, és ugyanilyen amatőrségre val az, hogy egy QR kódot korlátlanul le lehet másolni, és semmilyen és valós biztonsági elemet csak a kártyás ellenőrzés tartalmazna, ha az ember odaérinteni a kártyát, és a vezető azonnal látná, hogy ez a jegy érvényese. Ha valaki egy QR kódot mutat fel, azt a vezető nem tudja értelmezni. A közlekedő tömegegyesület szerint inkább a korábbi Rigó néven ismert eljegyrendszert kellene befejezni, amelyre már eddig is milliárdokat költött el a főváros.